Ja, fast. Okay. Sziasztok! Még nem csináltam ilyen videót, viszont úgy éreztem, hogy itt az ideje. De egy hete jelent meg az új dalom Ölej címmel, amire tényleg elképesztően sok pozitív visszajelzés érkezett, amiért borzasztóan hálás vagyok nektek. És egyébként már többen is írtatok azzal kapcsolatban, hogy készítsek egy videót arról, hogy hogyan készülnek ezek a dalaim, akár a videóklip, hogy így úgymond mutassak nektek egy kis betekintést a kulisszák mögé. Ezt én nem tudom, hogy eddig miért nem csináltam ilyet. Most se kifejezetten mondanám azt, hogy feltétlen ilyen külön erre készült felvételeim vannak, viszont úgy érzem, hogy eljutottam arra a pontra, hogy most már minden folyamatát el tudom nektek mondani így a zenének, illetve a videóklip készítésének is, hiszen úgymond egyre régebb óta készítek dalokat, és egyre jobban én is belelátok a munka folyamatába, és egyre jobban én is részt veszek ennek a munkának a folyamatában. Úgyhogy úgy érzem, elég részletesen meg tudok veletek osztani mindent. Szóval, kezdjük az elejével. Szilveszterkor én úgy döntöttem, hogy ide, ez a kis asztalhoz leülök, és elkezdek írni. Azt kell tudnatok rólunk, és hát így Dávidról és rólam, aki esetleg nem nézi a videóinkat, hogy lassan három éve vagyunk együtt. Ugye ez idő alatt rengeteg minden történt velünk, szóval rengeteg emlék, rengeteg nehézség van mögöttünk. Az előző fél év volt eléggé nehéz az életünkben, szóval 2020 második fele eléggé megterhelő volt. Ugye amíg nem tudtunk ide beköltözni, eddig a szüleimnél kellett lakni. A beköltözés alatt én éppen a Harcolok videóklipet forgattam, ezer fele voltam, és azért nehéz volt. Erről nem igazán kommunikáltam nektek, de úgy éreztem abban a fél évben, hogy minden napom egy hullámvasút, tehát egyszer fent, egyszer lent, egyszer fent, egyszer lent. És az a csodás ebben, ugyanúgy azt éreztem, hogy igazán ott vagyunk egymásnak, és igazán egymás társai vagyunk. És mint ugye említettem, szilveszterkor ide leültem, és arra gondoltam, hogy mennyire hálás vagyok. Ezeket az érzéseket szerettem volna megfogalmazni a dalban. Hát így született az Ölej. Eléggé egy nagyon kezdetleges demo volt. Mutatom, ez volt az eredeti refrén. Emlékszem, hogy tényleg ilyen szilveszter 9-10 óra körül egyszer csak így ugrálva mentem ki Dávidhoz, hogy úristen, nézd, mit írtam, ő meg erre azt válaszolta, hogy hát én végig hallottam mindent, hanem jó, oké, de hallgass meg. Komolyan, én nem szoktam ilyet csinálni, de folyamatosan ezt a dalt hallgattam, mert azt éreztem, hogy annyira átadja az érzéseimet. És ezután jött az izgalmas része az egésznek. Megmutattam Johnnynak. Johnnyval szoktunk együtt dolgozni dalokon, szinte az összes dalomat vele készítettem eddig. És neki is azonnal megtetszett a dal, át is mentem hozzá, és akkor találtuk ki együtt így a refrén. És én is rád vártam, de mégis elvesztem a mában, pedig mindig két lábon álltam. Na és mutatom, hogy mi volt az első demo, amit elkészítettünk, miután már így összetettük ezt a dal Johnnyval. Tehát miután ezt felvettük, mindkettőnkben az volt, hogy úristen, annyira szeretnénk ezen a dalon dolgozni, csináljuk, videóklip, minden, szóval, hogy így annyira izgatottak voltunk az első perctől kezdve ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy továbbítottuk is a dalt Kosztyű Janinak, ő szokta általában megcsinálni nekem ugye a zenei alapokat, és akkor én így Janival beszélgettem, hogy nagyjából milyen hangzást, stílust képzelnék el hozzá, de amiben biztos voltam, hogy szeretném, hogyha az elektromos gitár dominálna benne. Ezután pedig ugye elmentem festúdióba, videóztam, felénekeltem, megvoltunk ezzel minden felénekelve, azért finomítgatni kellett az alapon, ugye Nemeshegyi Barna feljátszotta hozzá a gitárrészeket, szóval azért sok munka volt vele, tehát hogy én szilveszterkor ezt megírtam, és most itt vagyunk áprilisban.
mire megjelent. Szóval kb. Egyébként a dal ilyen márciusban készült el. Juhú! És végeztünk! És akkor jöhet az izgalmas rész, a videóklip. Na, hát mivel Dávidról és rólam szól az egész, tehát a kapcsolatunkról, ezért egyértelmű volt a számomra, hogy ugye ő szerepeljen benne. Mert már egy előző klippemben is szerepelt, ugye a Lásd Benémbe, viszont úgy voltam vele, hogy azért ez mégis más, tehát hogy gondolom, hogy ez a dal még sokkal mélyebb érzéseket ad át, illetve sokkal, de sokkal személyesebb. Laudon Andi, barátnőm, ismeritek már, ő rendezte, vagyis hát velem együtt rendezte és forgatta a klippet, illetve Kovács Zsuzsi volt még az operatőr. Velük forgattam már az elmúlt 3 videóklippemet is. Úgy érzem, hogy egy nagyon jó lány csapat állt össze, tehát Andi rögtön tudja azt, hogy én mire gondolok, nagyon szeretem azt, hogy bele tudja adni a saját gondolatait is, és utána tényleg a végeredményt rögtön kb. Olyanra vágja azonnal, amilyet én elképzeltem. Ugye ismer engem, tudja, hogy melyik kameraszöget szeretem, mit nem szeretek, szóval nagyon egyszerű és gördülékeny a munka. Andi találta ki ugye azokat a részeket, ahol ugye én énekelem a dalt, ugye ezek a szájszinkronos jelenetek, és ugye itt a kék, illetve a narancssárga szín dominál. Ennek egyébként tudatalatt is, de fontos jelentése volt. Amikor Andi először meghallotta a dalt, akkor rögtön azt mondta, hogy neki valamiért a kék szín jut róla eszébe. Így azt mondtam neki, hogy jó, ezt a kék színt akkor jelenítsük is meg valamilyen módon a klipbe, és akkor ő kitalálta ezt a kék-narancsárga kombót, ugye ezek egymásnak a komplementer színei, és egyébként tök véletlen, hogy a kék a biztonságot, a narancsárga pedig az életvidámságot jelenti, tehát tulajdonképpen a dalt jelképezi az egész. És ugye látjátok, ezeknél a jeleneteknél én gitározom. Azt kell tudnotok rólam, hogy én egyébként kb. 4 évet jártam gitártanárhoz, klasszikus gitáron tanultam, és most pár hónapja vettem egy elektromos gitárt, és nagyon kezdő szinten nyomom rajta, de úgy voltam vele, hogy nagyon szeretném megtanulni a saját dalomat, hogy bármikor el tudjam játszani, így a Barna nagyon jó fej volt, ugye ő játszotta fel alapvetően a gitárt, és elküldött egy csomó ilyen tanító videót hozzá, ahol elmagyarázta, mit, hogy fogjak le, mit, hogyan csináljak, stb. Úgyhogy én rengeteget gyakoroltam így a klip felvételére, hogy ez pöpecül menjen, és hogy ne érezzétek azt, hogy én most tényleg csak úgy ott megfogtam a gitárt, és úgy csinálok, mint hanem én tényleg valóban azt játszottam, ami a zene alatt szól. Alapvetően ugye ezt a kék és narancssárga színt projektorral oldottuk meg. Andi szerkesztett egy képet, ahol van egy kék alap, illetve benne egy narancssárga kör, és ezt vetítettük ki a projektorral. Ezek után ugye jöttek a közös jelenetek, amiknél ugye az volt számomra nagyon fontos, hogy úgymond a kapcsolatunkat tudjuk benne ténylegesen megjeleníteni, és nagyon emberközeli, nagyon bensőséges legyen. Ugye mi azért a videóinkban elég sok mindent megmutatunk így magunkból, és pont emiatt szerettem volna egy kicsit ilyen vlogszerűre az egészet. Egyébként ezek a közös jelenetek fantasztikusak voltak, szóval a forgatáson nagyon vicces volt. Rengeteg baki volt. Rengeteg. Hoppá, ez a srác. Hello! Ha! Ja, fasz! Fordítsd meg! De te mit csináltál? Mondom, mit csinál. Vissza! Most! Jaj, meg ezt a kemények volt. Rengetegszer elmondottam azt, hogy na, akkor most lépjek be, most kell ráénekelnem. Tehát nagyon vicces volt alapvetően az egész, mert olyan volt, mint hogyha így átjöttek volna hozzánk a barátaink, és így poénból forgatnánk. Ott volt a kávés jelenet, ahol leülünk, oda jönnek a kutyusok, ami egyébként nagyon vicces volt, mert általában mindig rajtunk vannak, tehát hogy tényleg rajtunk lógnak a kutyusok, de abban a pillanatban valahogy nem akartak oda jönni, ők inkább csak aludni szerettek volna, úgyhogy nagy nehezen oda csalogattuk őket. Utána meg már nem akartak elvenni. A kedvenc részem, amivel a legtöbbet szorakodtunk, az a kép felrakós rész. Lett volna egy olyan felvétel teljesen, ahogy én felakasztom a képet a falra, és akkor ugye Dávid hátulról átül el, mi nézzük ezt. Viszont ebből már csak az lett, hogy mi
ott nézzük a képet, mivel ugye nekünk ilyen göröngyös falunk van, és nagyon nehéz rátenni egyébként a képet, tehát hogy nem olyan egyszerű, hogy tessék így felteszed, hanem így tényleg így igazgatni kell, hogy na akkor most hogy eltalálom el azt a szöget, mert ilyen ugye furcsán áll ugye a göröngyös fal miatt, és szó szerint, ha 5-ször nem ejtettem le, vagy 10-szer, akkor 1-szer se, tehát már ott röhögtünk, és akkor mondtuk azt, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, tehát hogy nem. Egyébként nagyon sokáig forgattunk, szóval este 8:30 körül vettük fel az utolsó jelenteket, ahol ugye gitároztam a legvégén, tehát ugye a klasszikus gitáron játszottam Dávidnak, és onnan már egyébként egészen gyors volt, szóval a vége jeleneteket már könnyen felvettük. Nagyon jó szórakozás volt, nagyon jó móka volt, viszont borzasztóan elfáradtunk a végére. Ugye ez volt az első videóklipem, amit egy nap alatt vettünk fel. A nap végére azon izgultam, hogy vajon látszódni fog rajtam az, hogy nagyon fáradt vagyok, vagy nem. De hál' Istennek a videóban nem látszódik ez. Nagyjából ennyi a dalnak és a videóklipnek a története. Igyekeztem nagyjából minden részletre kitérni, és remélem, hogy sikerült is. És egyébként csak egy hatalmas hálát és köszönetet szeretnénk nektek mondani, hogy ennyire támogatóak vagytok, szóval én nagyon izgultam, mielőtt kitettük ezt a dalt, mert 3 napja előtte nem aludtam, de komolyan, és megosztottam, és abban a pillanatban rengeteg reakció jött rá, tehát hogy ennyi pozitív üzenetet, hogy szó szerint szinte csak pozitív üzenetet kaptam, ezek a személyes, szerelmes történeteitek, amiket megosztottatok velem, ez fantasztikus volt olvasni, és például kaptam egy nagyon aranyos üzenetet például egy nagymamától is, aki arról mesélt, hogy ő már 44 éve házas a férjével, és hogy mennyire köszöni nekem ezt a dalt, mert ráébresztette, hogy mennyire hálás az ő kapcsolatukért, szóval tényleg egyszerűen fantasztikus. Még mielőtt lezárnám a videót, egy nagyon nagyszerű hírrel szerettem volna még jelentkezni nektek. Megjelent a saját merch-öm, és rengeteg cucc van benne, de tudtok rendelni bögrét, pólót, vászontáskát, gymbaget, ugye kétfajta mintával is, itt a videóban egyébként látjátok. Az oldalt, ahonnan meg tudjátok rendelni, azt linkelem nektek az infoboxba. Egy nagyon pörgős időszakon vagyok túl, nagyon, de nagyon megérte, úgyhogy tényleg csak egy hatalmas hálával tartozom mindennek, ami történik körülöttem, illetve nektek is. Úgyhogy, hát ennyi lett volna ez a videó. Legyen csoda szép napotok, és találkozunk a következő videómban. Sziasztok! Idején várlak, csukott szemmel is látlak. Gyere, mondd el, mi bánthat, nekem te, neked én vagyok a társad.